Sziasztok, sziasztok, itt Vega Gina. A mai videón szóljon arról, hogy hogyan is táplálkozunk. Te, ha leülsz az asztalhoz, akkor milyen érzések vannak benned, amikor eszel? Lelkismert furdalásod van, mert tudod, hogy ezt nem kellene megenni, vagy táplálkozás előtt számolgatnod kell a bevitt szénhidrát mennyiségét, vagy nem akarsz zsírosat enni, vagy a megevett étel mennyiségét kell számolgatnod. Szóval milyen érzések fűznek téged ehhez? Hogyan is kellene táplálkoznunk? Ha tetszenek a videóim, és még nem iratkoztál fel YouTube csatornámra, akkor mindenféleképpen tedd meg. Várlak szeretettel Instagram és Facebook oldalamon is, illetve pakolok le linkeket ide a videó alá, biztos találsz valami érdekes dolgot, amit még esetleg eddig nem tudtál. Ha ez a videó most érdekel téged, akkor tarts velem! Mai segítségem is természetesen a kína tanulmány lesz. Ugye ez az én bibliám, a növényi étrenden élőknek ez egy ilyen alapmű, és egyébként én ezt kötelezővé tenném az orvosoktatásban is, a dietetikus képzésben, és egyáltalán minden egészségügyi dolgozó számára kötelező olvasmányát tenném. Na de most nem erről szól ez a videó. Hogyan is táplálkozunk? Olyan időket élünk, mindenkinek fontos, hogy fogyjon, jobban nézzen ki, mindenki elkezdte aktiválni magát helyek közzel, edzésekre jár és odafigyel a táplálkozására. Nézegettem, hogy milyen diéták vannak mostanság. Az összesben én egy közös dolgot véltem felfedezni. Drágák. Mindig számolni kell valami szénhidrátot, kalóriát, mennyiséget, valami kutyafülét. Eleve feleslegesen van ráizgulva mindenki erre a kalória témára. Hosszú távon nem fenntartható. Én nem tudom elképzelni az életemet úgy, hogy innentől kezdve napi szinten nekem le kelljen ülni számolgatni bizonyos mennyiségeket, emiatt egy alkalmazást használni a telefonomon, egy applikációt, táplálékkiegészítőket kelljen vásárolnom, vagy mindenféle fogyasztócsodaszert. Alapgondolatnak kellene lennie, hogy a táplálkozás legyen egy egyszerűen kivitelezhető, élvezetes dolog lemondások nélkül. A táplálék kiegészítőkről beszélnék most a legkevesebbet. B12-t kell pótolni, és D-vitamint. B12-t nem az állatokból kapjuk, úgyhogy felesleges ilyen kérdéseket feltenni a vegánoknak. D-vitaminra akkor van szükség, hogyha a legtöbb idődet egy irodában, lakásban töltött keveset vagy szabad levegőt. Ez a kettő, amit pótolni kell. D-vitamin adagolásra azért oda kell figyelni, nehogy túlzott legyen. Ennyi az étrend kiegészítés, hogyha növényi étrendre térsz. Mit jelent az, hogy minimumra csökkentjük a húsfogyasztást? A kína tanulmány kapcsán már bebizonyosodott, hogy minél jobban csökkented a bevitt hús mennyiségét, annál jobb eredményeket fogsz elérni, még akkor is, ha csak 10%-ról 0%-ra történik ez a pozitív változás. Az a tanács, hogy próbáld elkerülni az állati eredetű termékeket, de ezt ne egy kényszerként éld meg. Hogyha ízletes neked egy zöldségleves, ami csirke alaplével készült, vagy megettél egy teljes kiürlésű péksüteményt, amiben volt egy tojás, most ezért ne rohanj a falnak, nem kell első perctől kezdve ezt az étrendet egy ilyen dogmának tekinteni, amitől nem lehet eltérni. Ha elindulsz ezen az úton, úgy is eljutsz oda, hogy alap lesz, hogy ezeket is ki fogod kerülni. A növényi étrendhez radikálisan meg kell változtatni a gondolkodásmódodat. Ez egy életmód, ez nem egy átmeneti diéta. Ha te úgy érzed, hogy korlátozva vagy, vagy azt tartod szem előtt, hogy te korlátozás alatt állsz, akkor biztos, hogy nem fog sikerülni neked az egész. Változtatnod kell a hozzáállásodon, mert meg fogod tapasztalni, hogy nem jár ez semmilyen lemondással, sőt, egyre csodálatosabb dolgokat fogsz megélni. Ez a fokozatosság igaz lehet abban az esetben is, ugye, hogyha van egy dohányzó ismerősünk, van az a kategória, akinek egyértelműen azt mondjuk, hogy na holnaptól tedd le, és szerintem ez a célra vezetőbb, de van, akinél a fokozatosság, tehát akkor neki azt fogjuk mondani, hogy figyelj, oké, hogy ma elszívtál egy doboz cigarettát, de holnapra próbáld meg, hogy csak 3/4 dobozzal, aztán csak egy fél dobozzal, és így lassan szépen el fogod hagyni. Ugyanezt tehetjük a növényi étrenddel is, hogy elkezded csökkenteni, egészen addig, amíg 0%-nyi állatot viszel a szervezetedbe. Sokakban felmerül a kérdés, hogy képesek vagyunk-e ezt mi megtenni. Nagyon sok embernek a mai napig képtelenség azt elhinni, hogy ő le tudja tenni a húst, a sajtot, és egyáltalán a tejet, meg ez hozzátartozik az életünkhöz, ez lehetetlen dolog.
A sajtot lehet, hogy nehezebben teszed le, de ez egy kimutatott dolog, hogy olyan hormon tartalmaz, ami miatt nehezebben mondunk le róla, de nem lehetetlen. Egy hónapot kell csak magadnak adni, hogy kipróbáld ezt az egészet, és meg fogod látni a pozitív hatását. Négy dolgot biztos fel fogsz fedezni ezen idő alatt. Az egyik, hogy olyan ételeket, ízeket fogsz felfedezni, amit nagy valószínűséggel, ha minden evő maradsz, akkor ezekről lemaradtál volna. Rájössz, hogy ezt nem is olyan nehéz megszokni. Három, sokkal jobb lesz a közérzeted már ennyi idő után is. Fontos lehet esetleg, hogy mielőtt belevágsz, csináltass egy vértesztet előtte, és amikor eltelt az egy hónap, hogy legyen összehasonlítási alapod. A legfontosabb, hogy rájössz, hogy ez kivitelezhető dolog. Lehet nehéz elhinni, de hogyha átérsz a növényi étrendre, akkor az ízlésed is megváltozik. Meg fogsz szeretni olyan ízeket, amiket eddig nem kedveltél, pont ezért, mert felfedezel új dolgokat. Én soha nem szerettem a diót, már szerettem, az ellerszárat nem, hogy nem szerettem, hanem utáltam, most pedig imádom humusszal lenni. Az ellergumót, még az illatát sem szerettem, most pedig nagyon szeretem levesbe főzve például. Szépen lassan rájössz, hogy a húst nem is kívánod. A hús és a zsír úgy eltömített téged, hogy valószínű, hogy ezek miatt sem érezhetted azokat az ízeket, amik egyébként pedig körülvettek téged. Milyen is ez az átállás? Érdemes tudni, hogy van, akinél ilyen gyomorrontásszerű tüneteket produkálhat ez az egész. Lehet, hogy egy kicsit hányingered lesz, émmelyegni fogsz, de ez mondjuk az első hétre érvényes, az emésztőrendszered alkalmazkodni fog, és ez meg fog szűnni. Valamennyi időt muszáj ebbe belefektetni, gondolj bele, hogy a szívbetegség és a rák kialakulása is időbe telt. Tehát szállj időt arra, hogy recepteket keresel, YouTube-ot nézel, blogokat keresel, hogy egy kis tapasztalatot gyűjts. Lélektanilag is át kell állnod erre az egészre, én is ilyen voltam, és sokan úgy gondolják, hogy teljesen mindegy, hogy mennyire van tele az a tányér, hogyha nincs benne hús, akkor azzal én nem fogok jól lakni. Gyorsan rá fogsz jönni, hogy ez nem így van. Nagy fájdalom lehet, hogy nem tudsz a kedvenc éttermedbe menni, mert nem találsz magadnak ott olyan ételt, amit te szeretnél. A legrosszabb dolog talán az, hogy a barátaid, ismerőseid, rokonok nem fognak téged támogatni ezen az úton. Valamiért fenyegetőnek érzik ezt a helyzetet, hogy valaki átáll a növényi étrendre. Ennek a hátterében az állhat, hogy ők maguk is tisztában vannak vele, érzik, hogy rossz táplálkozást folytatnak, de nekik nincs bátorságuk lelépni erre az útról, ellentétben veled, aki viszont elindultál ezen. Végül pedig pár tanács erre az egy hónapra. Hosszú távon a növényi alapú táplálkozás olcsóbb lesz, mint hogyha állati eredetű termékeket vennél. Az első időkben azonban nyugodtan szállj rá több pénzt, próbálj ki új dolgokat, már több áruházban találsz ilyen félkész termékeket, egy kóstolást megérnek, de az átmenetben jól is jönnek, hosszú távon úgy is rájössz, hogy ezekre nincs szükséged. Egyél jókat, ne érezd korlátozva magad. Amikor éttermekbe mész, nagyon sok vegán étterem van már, próbálj ki mindenféle ízt, meglátod, milyen fantasztikus dolgokat fogsz megismerni. Nagyon fontos, hogy egyél eleget. Nagy valószínűséggel az a célod, hogy fogy ezzel az étrenddel, és az a csodálatos ebben, hogy fogyni is fogsz, anélkül, hogy valami mennyiségi korlátot bevezetnél. Táplálkozz változatosan, ez nagyon fontos. Nem csak azért, hogy mindenféle vitamin, ásványi anyagot bevigyél a szervezetedbe, egyszerűen azért, hogy ne unj rá erre az egészre. Összefoglalva azt mondhatnám, hogy a növényi alapú étrend felfedezése egy fantasztikus dolog, az átállás viszont okozhat nehézséget számodra. Lehet, hogy a barátok és a család támogatására ugyan nem számíthatsz, de hosszú távon, amint ők is meglátják ennek a pozitív hatását, nagy valószínűleg el fogják ezt fogadni, hogy te áttértél a növényi étrendre, sőt, lehet, hogy ők is áttérnek rá. Lenyűgözőnek fogjátok tartani, amint átálltatok, hogy milyen könnyűek a mindennapok. Remélem, hogy szolgáltam pár jó tanáccsal, továbbra is biztatlak titeket a növényi étrendre. A Kína tanulmányt, mint alapművet olvassátok el ti is, megmondom őszintén, hogy vannak olyan részek, amiket én is átugrok, mert az, hogy a kísérletek, tanulmányok teljes szakmai részletességgel le vannak írva, az nekem nem nagy segítség a mindennapokban, így van, amikor ezeket a részeket átugrom, de ez a rész is szerintem nagyon fontos volt, és fontosnak tartottam, hogy megosszam veletek. Ha tetszett a videó, mindenféleképpen iratkozz fel csatornámra. Legyen gyönyörű napotok, sziasztok! Thank you.